A hócipőben írtam egy ilyen, igazából próbáltam úgy megfogalmazni a Hatházi Tóth Csaba előválasztási vitát, hogy ne legyen, tehát ne kelljen állást foglalnom ebben a történetben. Nyilván kiolvasható a sorok közül, hogy én magam kire szavaznék, ha ott lennék. Szerencsére én nem ott szavazok, úgyhogy nem kell ebben a egészen nehéz helyzetben döntenem. De ugye elmondtam, hogy nagyjából, hogy ki mit csinált eddig, miről van tudomásom, és hát ezt próbáltam összefoglalni, úgyhogy hát egyáltalán nem vicces. Tehát ugye nagyon nehéz erről viccesen írni, erről a Tóth Csaba házi dologról, úgyhogy inkább hát nehéz a humoros oldalát megfogni, én ezt el tudom képzelni. Figyelj, ha én visszamegyek Zuglóba, ott engem elásnak. Már így is el volt mérgesedve, csak le volt dugózva. És akkor ugye, hát volt ez a kérdés, mi szerint, hogy fenyegették a családját. Ne viccelj többször, nagyon súlyos történetek, hogy ki mondta ezt, megfejtés önökre vár. Minden esetre annyit hozzáfűznék, hogy most beállt Tóth Csaba meg, és őt támogatja ezen a választáson. Nagyjából meg is van szerintem most már mindenkinek a válasz. Akkor Péter? Nem. Pedig ő így beállt, de aztán most etikai vizsgálatot kért, mert rájött, hogy talán nincs minden rendben. Az mondjuk nagyon szép, hogy amikor tényleg így az erőterek így mozognak, hát ugye nyilván a Jobbiknak minden oka megvan arra, hogy utálja a Hatházit. Hát ugye azért belenyúlt ugye a bíró meg egyébként ilyen dolgokba. Tehát nyilván a reflexből beálltak, és aztán egy kis rájöttek, hogy valami nem egészen kerek ebből a történetben. Úgyhogy ott is érdekes helyzetek fognak még kialakulni. Az is szép, ahogy a kétfarkú kutyapárt hogyan beleállt bele ebbe az egész történetbe, ilyen korrekt oknyomozó munkákkal, mindennel, nagyon tényleg szép. Azért olyan szörnyű, hogy amikor a kétfarkú kutyapárt így elkezdi tök normális párt lenni. Hogy igen, pont ez az ijesztő benne, hogy van egy viccpárt, és igen. Akkor egyszer csak ők azok, akik elvégeznek olyan munkákat, amiket hát pont nem egy viccpártól várnál, és akkor ott állsz ugyanilyen. De muszáj, ha senki nem végzi el, tehát tényleg az volt, emlékszem, amikor bekerültek először ugye a 12. kerületbe, az önkormányzatba, és így megtalálták azt a kis eldugott tízét, hogy itt kell pénzt ki. Érni. Volt egy ilyen gomb, amit csak azoknak mutattak meg, akik hát erre érdemesek voltak, és így feltárták, hogy és akkor már itt kell a pénzt, meg is szüntették rögtön, hogy az álljunk már meg, ez nem úgy van, hogy bárki kérhet pénzt. Szóval